Mielőtt elkezdenénk, szeretnék imádkozni, jó? Mert nem tudom, hogy miért jöttél el, mi volt a motivációd, de ez nem csak egy tipikus ilyen csajos szeminárium lesz, hanem szeretném, hogyha egy kicsit a dolgoknak a mélyére mennénk, és nem szeretnék csak ilyen felszínes dolgokról beszélni, hanem azt gondolom, hogy a nőiességnek vannak igazán mély kérdései, amikről érdemes beszélni, még hogyha rövid is az idő, jó? Úgyhogy kezdjük egy imával. Úr Jézus, én köszönöm neked, hogy te csodálatos szabadítást végeztél el rajtunk, nőkön is. Köszönöm, hogy a te teremtményeid vagyunk, és te alkottál meg ilyennek bennünket. Imádkozom azért, Uram, hogy ezen a mai alkalman is te legyél az, aki felfeded számunkra azt, hogy tényleg mit jelent a te szíved szerint való nőnek lenni. Köszönöm, hogy szeretsz bennünket, és hogy a szereteteddel vagy jelen, és kérlek, hogy érints meg mindenkinek a szívét, aki most itt jelen van. Amen. Hát nagyon érdekes ez a cím. Én azt gondolom, hogy a szervezők egy könyvből inspirálódtak, amit én is elhoztam, nekem is megvan, és olvastam, ez az Elbűvölő. A női szív szabadsága, nagyon ajánlom, egy szuper könyv, és sok gondolatot hoztam én is ma ebből is, illetve egy kicsit a saját tapasztalataimból is. Én azt gondolom, hogy a leginkább szerintem a nőknek, vagy lányoknak, akik itt jelen vagytok, biztosan ti is tapasztaltátok, hogy felénk nagyon sok elvárás érkezik így a környezetetekből. Tapasztaltatok ilyesmit, hogy van sokféle elvárás, ugye? Hát én 4 fiú mellett nőttem fel egy családban, és igazán elmondhatom, hogy nagyon sok elvárás közepette sikerült felcseperednem. És azt gondolom, hogy mindenki találkozott már a következő kérdésekkel. És hadd szóljon most ez a szívetekhez is, jó? Hogy érezted-e már valaha magad sikertelennek ebben az életben? Vagy érezted-e már azt, hogy úgy nem tudsz igazán önmagad lenni? Én sokszor megkaptam, szerintem jó indulatból, mondjuk a testvéreimtől is, hogy Viki, kicsit túl sok vagy, túl kevés vagy, túl kövér vagy, túl sovány vagy, túl sokat beszélsz, túl csendes vagy, túl határozott vagy, egy kicsit jobb lenne, ha visszavennél magadból, vagy éppen miért nem tudsz egy kicsit határozottabb lenni? Nem tudom, hogy találkoztatok ezekkel a kérdésekkel, én jókat nevetek most már rajta, így utólag, de azt gondolom, hogy azért voltak olyan évek, amikben keményen küzdöttem ezekkel a kérdésekkel. És sokszor megkaptam azt is, és szerintem ti is hallottátok már ezt, hogy hát a nők olyan bonyolultak, vagy a lányok olyan bonyolultak, nem lehet őket érteni, hogy egyik pillanatban sírnak, a másikban nevetnek, akkor most jó kedvük van, aztán meg azt se tudod, hogy mi történt, 5 másodperc múlva már megint eltörik a mécses. És valóban így van, hogy a lányok vagy a nők nagyon komplexek és bonyolultak. Én néhány hete feltettem ezt a kérdést a férjemnek, hogy szerinted tényleg a nők bonyolultak, és nagyon határozott igen volt a válasz. Mondta, hogy nem olyan egyszerű kiigazodni a nőkön. És szerintem a legszomorúbb nem is az, hogy milyen elvárásokkal vannak felénk, hanem utána, hogyha szégyen alakul ki a szívünkbe, vagy elrejtjük a saját valónkat, és nem merjük megmutatni az embereknek a szívünket, vagy mi van igazán a szívünkben. Vagy lehet, hogy te épp amely másik helyzetben vagy, hogy a szívedet sok mindenkinek odaadnád, vagy sok mindenki előtt feltárad, de ez legalább ugyanolyan veszélyes, mint hogyha elrejted saját magadat, és elrejtőzöl saját magad belsejében, és megpróbálsz észrevétlenné válni, vagy bizonytalanná, vagy éppen úgy érzed, hogy te nem vagy, nem kívánt vagy, hogy az emberek nem szívesen vannak veled, vagy az embereknek nem számít az, hogy ott vagy egy helyen, hogyha elmész a barátaiddal pizzázni, vajon észreveszi-e valaki, hogy én nem mentem, vagy én nem voltam ott. Én azt gondolom, hogy ezek olyan égető kérdések a nők szívének a mélyén, amit fontos megérteni, hogy honnan származnak ezek, és hogy mit lehet ezekkel kezdeni. Én nem az elbújós típussá váltam a 4 fiútestvérem mellett, hanem az én fejemben ilyen elvárások éltek, mivel 2 bátyám volt, állandóan versenyeztünk.
gyorsabbnak kell lennem, ügyesebbnek, jobban kell küzdenem. És körülbelül 20 éves voltam, amikor így körbenéztem, hogy kivel is vagyok versenyben. Hogy még mindig az iskolában is, máshol is ugyanezek a dolgok hajtanak, hogy nekem jobbnak kell lennem, jobban kell hajtanom. Azt is elképzelhetitek, hogy azért négy fiú mellett mennyire volt arányos a házi munka leosztása. Ugye mi volt? Hát a lányok mosogatnak, a lányok takarítanak, a lányok sütnek, stb. Stb. Nem rossz indulatból, és értsétek jól, nagyon szeretem a testvéreimet, semmi szerintem nem rossz indulatból jött, az ő részükről sem, de én a magam részéről nagyon megkeményítettem magam tinédzserként, és azt mondtam, hogy na, én nem fogom magam hagyni. Szóval én nem leszek az a nő, akit így le lehet nyomni, vagy zsebre lehet tenni. És hadd mondjam el, hogy a motivációm nem volt túl jó, és nem volt egészséges egyáltalán. Tehát a szívünkkel mit kezdünk? Elrejtjük-e? Vagy éppen megkeményítjük, és köré vonunk egy páncélt. Azt mondja a példabeszédek könyve, minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Igen, ám, de hogy tudom jól őrizni? Ezt nem mondja el nekünk ez az ige szakasz, hogy hogyan tudok rá jól vigyázni. Hogy hogyan tudok rá úgy vigyázni, hogy attól még ne kuckoljam be magam az én kis bunkerembe, ahova senki más nem engedek be. Hadd kérdezzem meg tőled, és vedd minden kérdésemet nagyon személyesen, hogy nincs-e esetleg benned olyan, hogy lebecsülöd a szívednek a vágyait, vagy azokat az álmokat, amik a szíved mélyén vannak, vagy amiket olyan szépen mondja a magyar, ott dédelgetünk a szívünk mélyén álmokat. Vajon vannak-e olyanok, amikről lemondtál, vagy szégyelled, hogy bizonyos dolgokra vágysz, vagy szeretnéd azt megélni? Szerintem minden nőnek és minden lánynak a szívében ott él az a kérdés és az a vágy, hogy szeretnék, hogy pótolhatatlanak legyenek. Hogy a körülöttük levők szépnek tartsák őket. Szeretnék, hogy udvaroljanak nekik. És valaki, legyen valaki, aki mindent letenne értük, vagy mindent megtenne azért, hogy megnyerje a szívüket. Szerintem, ha őszintén a szívünkben nézünk, ez mindenkiben így van. Keressük a választ a szívünknek a nagy kérdéseire, és kopogtatunk nagyon sok ajtón, hogy megkapjuk ezt a választ, ami a szívünknek a mélyén van. A gyülekezetben, ahova járunk, az óvodásokkal szoktam foglalkozni vasárnapi iskolán. Nagyon szeretem az óvodásokat, nagyon őszinték. És minden vasárnap egy húzavona van a lányoknál, hogy ki iszik a rózsaszín pohárból, mert hogy csak egy rózsaszín pohár van, és mindenki hercegnő, úgyhogy a hercegnőknek a rózsaszín pohárból kell inni, nem a zöldből és nem a kékből. És már gondolkoztam rajta, hogy be kéne ruházzunk még egy pár rózsaszín pohárra, hogy mindenkinek jusson. És én azt látom, hogy kisgyerekkorunktól kezdve a lányoknak, vagy a nőknek a szívében ott van az a vágy, hogy hát én hercegnő lehessek, hogy megélhessem azt, hogy meglegyen az én sztorim, az én nagy történetem, amiben én vagyok a főhős, és senki másnak nem jut szerep, hogy észrevegyenek. És azt gondolom, hogy ennek a hátterében egy nagy kérdés van, és erről szeretnék beszélni nektek, hogy mi a nőknek a legfőbb kérdése, vagy mi a lányoknak a legfőbb kérdése. És most várok egy-két tippet, hogy mit gondoltok, hogy mi a legégetőbb kérdés a nőknek a szívében. Tipp. Micsoda? Ki vagyok én? Aha. Ennél van, nagyon jó ez is. Van ennél még egy esszenciálisabb. Lesz-e párom? Nagyon jó. Oké. Még valaki? Nagyon jó dolgokat mondtatok. És hogy ki vagyok én, vagy hogy lesz-e párom? Szerintem mindegyik kérdésnek a hátterében az áll, a legfontosabb kérdés, hogy szép vagyok-e. És ez a kérdés ég ott a szívünkben, amikor reggel belenézel a tükörbe, és elszörnyűködsz, hogy ki tette ezt velem? Vagy amikor az ember belefog egy diétába, akkor is ez a kérdés az, ami ott kattog a fejünk
életben, hogy vajon szép vagyok-e? Vajon szépnek tartotok-e? Akik körülöttem vannak, nem csak a fiúk, a barátaim, a családom, bárki más. Vajon mire vágynak a kislányok, mire vágynak a tinédzserek, vagy mire vágynak a felnőtt nők? Szerintem a nők egyértelműen romantikára vágynak. Erről szólnak ugye a gyermekkori mesék, erről szólnak a hercegnős történetek, hogy van egy hercegnő, aki a leggyönyörűbb, legcsodálatosabb, és jön a herceg, aki mindent megtesz érte, hogy őt megmentse. És valahogy mi is a lelkünk mélyén arra vágyunk, hogy nekem is legyen egy ilyen történetem, és erről szól az, hogy ki vagyok én. Vagy erről szól az, hogy lesz-e párom, lesz-e valaki, aki megküzd értem. És erről szól az is, hogyha elzárod magad, és a szíved mélyén beburkolózol, az is erről szól, hogy nem merem megmutatni, hogy ki vagyok. És lehet, hogy megvan rá nagy okot, hogy miért nem mutatod meg, hogy ki vagy, de azt gondolom, hogy mindenkinek a szívébe benne van ez a kérdés, hogy vajon szép vagyok-e, szépnek találnak-e. Szerintem elképesztő, hogy így Hollywood mennyire tud építeni erre a kérdésre, mert ha megnézitek, a gyermekkori mesék, a Csipke Rózsikától kezdve az összes romantikus vígjáték erről szól, hogy van egy lány, aki még a cifrába esetben ugye nem annyira szép, vagy lehet, hogy nem az, akit először észrevesznek, de aztán végül szép lesz, és meglátja a fiú, és rájön, hogy mégis ő az igazi, és aztán a végén ugye összejönnek. És hogy minden mese, vagy minden romantikus vígjáték arra épít, hogy megpróbálja a nőknek ezt a kérdését, ezt az nagyon érzékeny pontot megérinteni. Hadd mondjam el a saját tapasztalatomat is, hogy én nekem is ez egy nagyon fontos kérdés, és azt gondolom, hogy ez normális és egészséges. Ha megkérdeznétek Petitől, szerintem minden nap megkérdezem, amikor felöltözök, amikor megcsinálom a hajam, vagy van egy új sminkem, akkor megkérdezem, hogy na, szép vagyok, jó? Jól áll? Jól nézek ki? És amikor olvastam ebbe a könyvbe ezt a részt, hangosan felkacagtam tényleg, ahogy így olvastam, hogy érdekes, hogy például mondjuk az én esetemben ez még hangosan ki is jön, hogy megkérdezem, hogy na, jó, jól nézek ki? Szép vagyok. És ennek szerintem van egy nagyon csodálatos oldala, mert nem csak arról van szó, hogy most külsőleg szépek legyünk, hanem mi szeretnénk, hogyha mi magunk a lényünk olyan azzal az átható szépségével tudna hatni a körülöttünk levő világra. De ennek megvan az ára is, és szerintem ti is tudtok sorolni fájdalmas részeit a szépségnek. Ilyen szerintem a manikűr, a gyantázás, a diéta, a narancsbőrkezelések, stb. Lehetne sorolni, amiben belefognak a nők csak azért, hogy szépnek érezzük magunkat. Nagyon elképedek, nagyon tudatosan használom egyébként az Instagramot, vagy bármilyen más szociális médiát, és megdöbbenek, hogy mennyire bombáznák ezzel a nőket, hogy ilyen hajgöndörítő, olyan nem tudom milyen trikó, ami így összehúzza a hasad, meg nem tudom, tehát ilyen elképesztő. És szerintem mind erre épít, hogy te akkor fogod majd szépnek érezni magad, amikor azt a nem tudom milyen hajgöndörítőt fogod használni. És akkor majd ez a dolog betölti a te szükségeidet. Egyébként nagyon megdöbben, nem tudom, láttatok-e ilyeneket. Én nagyon szeretem, ez egy ilyen, ha nem hobbim, egy ilyen stikkem, hogy szeretem az embereknek a kezét figyelni. És megdöbbenek, hogy egész lepusztult nők, akik nem adnak semmi másra, de azért a manikűrje meg van csináltatva. Nem tudom, láttatok-e ilyet? Én nagyon jókat mosolygok, hogy mi nők szeretünk jól kinézni, mi szeretünk ezzel foglalkozni, hogy szépek legyünk. Szerintem egy férfi nagyon furcsa lenne, hogyha, jó, már van ilyen, de hogy fülbevalót tenne a fülébe, meg kifesteni a körmét, meg nem tudom mi, mert ez nekünk nőknek fontos, hogy ami körülöttünk van, amilyenek mi vagyunk, az mind szép legyen. Én azt gondolom, hogy elég hosszú utat jártam be addig, amíg megértettem, hogy mit jelent a nőiességnek az erejével jól élni, vagy ezt jól használni, hogy mi nőként akár a szépségünkkel, akár a megjelenésünkkel, a kedves szavainkkal hogyan tudjuk ezt jól használni. Ahogy mondtam már nektek, a tinédzser koromban egy ilyen, ha megkérdeznétek a tesóimat, egy ilyen nagyon határozott, ilyen kemény csaj voltam, nem nagyon mertek úgy közelíteni hozzám, és mindenre még rátett egy lapáttal, hogy egy lány gimnáziumba jártam, 22 másik lányal együtt,
És persze, 22 lány mellett mindig lesz valaki, aki sportosabb, akinek szőkébb a haja, aki népszerűbb a fiúk között, vagy cserfesebb, stb. Stb. Nem igazán segített azon, hogy egy egészséges önbizalmam alakuljon ki, egy normális, vagy fejezzük így ki. Tehát, hogy egy egészséges önbizalmam alakuljon ki, hanem mindig azt látom, hogy hát mindig van valaki jobb, akinek a története jobban fut, mint az enyém. És amikor megtértem, tínédzser voltam, akkor elkezdett Isten ezen dolgozni az én életemben. És megértette azt velem, hogy az, aki én vagyok, olyan nincsen senki más. Az, ahogyan engem megteremtett, és amit akár belső dolgokat is belém helyezett, ez nagyon egyedi. És hogyha veszem a bátorságot, hogy ezt megnyissam mások előtt, és megmutassam a szívemnek a legmélyét, ahol nem egy ilyen kemény csaj voltam, hanem nagyon is puha, és elérhető, és gyengéd, és kedves, akkor lehet, hogy hatása tudok lenni másoknak az életére. És amikor 24 éves voltam, akkor Isten egy nagyon fontos dolgot mutatott meg nekem. És ezt szeretném nektek a következő részben elmondani. Megértettem azt is, hogy mi volt Istennek az eredeti terve. Kicsit tovább mentem. És most nagyon szeretném, ha figyelnétek. Mert ez most neked szól, személy szerint. Istennek az eredeti terve a nővel nem az volt, hogy egy ilyen mellékvágány legyen, vagy egy ilyen kis függelék Ádám mellé, vagy egy kis valami, ami hát na hozzácsapjuk Ádámhoz, hogy azért valahogy tudjon működni. Istennek nem ez volt a terve. És megdöbbentett, amikor láttam, hogy a teremtés könyvében Isten hogyan fokozza a teremtésnek a menetét. Hogy az ég, a föld, a vizek, növények, és aztán jöttek az állatok. És az állatokban is, hogyha azt mondod, hogy megnézel egy bogarat, azért ahhoz képest mondjuk egy lovat megnézel, az egy sokkal nemesebb állat, ugye, sokkal kifinomultabb. És aztán megteremti az embert, megteremti Ádámot. És wow, azt mondja az Úr, hogy igen, jó, hogy milyen csodálatos az, amit alkottam a saját képmásunkra. De itt nincs vége a teremtés történetének. És én sokáig azt gondoltam, hogy hát a nő az egy ilyen, még egy ilyen kis kitérő ott a végén, és akkor úgy jól működnek a dolgok. És ne értsetek félre, én nem vagyok feminista, és remélem a szavaimat nem is értitek annak. De én azt gondolom, hogy a nő a teremtésnek egy csúcspontja, az utolsó záróakord, amiben Isten mindent beleadott, és nem egy ilyen záradék, hogy na akkor legyen nő is, hanem Isten azt mondta, hogy megteremtettem Ádámot, és milyen jó minden, amit teremtettem. És ebben a csodálatos pillanatban azt mondja, hogy de nem jó az embernek egyedül lenni. És képzeld el ezt, hogy Isten, aki mindenható, és látja azt, hogy amit csinált, az fantasztikus, azt mondja, hogy valami még hiányzik, és valamit még bele kell tegyek. És Isten a nőkbe beleadott, azt mondanánk a magyar apait, anyait, és abban, hogy megteremtette a nőt, tényleg mindent beletett, hogy valami olyat alkosson, amit előtte senki nem látott, senki nem tapasztalt. És akkor értettem meg, hogy Isten minket, a férfiakkal közösen arra hívott, hogy uralkodjunk ezen a földön, egészséges módon, mindenkinek megvan a maga szerepe ebben. De azt is megértettem, hogy Isten valami mást mutatott meg bennünk nőkben. Az egyik a kapcsolati oldala Istennek. A nők abszolút kapcsolatorientáltak, ezt szerintem mindannyian aláírjátok. Mi tudjuk, hogy ki kivel szakított, kivel van együtt, kinek, nem tudom, kivették a manduláját, stb. Mi mindenről tudunk, mert egyszerűen a kapcsolataink ennyire meghatároznak bennünket. És azért vagyunk ilyenek, nekem ez fontos volt megérteni, mert Isten is ilyen. Isten is arra vágyik, hogy kapcsolatot teremtsen velünk, hogy beszéljen hozzánk. Ezért vagyunk beszédesek szerintem. Szerintem Isten is beszédes. Kivel hogy? Velem beszédes. De azt gondolom, hogy pontosan emiatt vagyunk ilyenek, és azért van ez mint egy erősség bennünk, hogy kapcsolat fókuszú az életünk. És a másik dolog, amit az előbb mondtam, hogy szépek vagyunk.
A szépség is Istennek az ajándéka, és azért kaptuk, hogy visszatükrözzük Istennek a dicsőségét, az ő dicsőséges voltát. És nagyon tetszett ebben a könyvben, ír arról, hogyha megnézitek az ilyen képzőművészetet, ugye mindig a nőket ábrázolják ruha nélkül, igaz? Nem nagyon látsz olyat, hogy most egy férfi így fekszik egy ágyon, nem tudom, ilyen szobrot vagy festményt. És miért? Mert a férfit azt harcba ábrázolják, és ül a lovon, és megküzd, mert ő arra lett elhívva. De a nő már önmagában attól, hogy van, minden elvárástól függetlenül, anélkül, hogy bármit tenne, a szépségével már hozzáad ehhez a világhoz. És azért, mert mit üzen a szépség? A szépség mindig azt üzeni, hogy van remény, hogy jóra fordulnak a dolgok, hogy gyere, itt mellettem megpihenhetsz, hogy nyugodj meg, itt van egy kis békeszigete. És hogyha te meg tudod élni nőként vagy lányként, hogy a te szépséged Istentől jövő ajándék, akkor ezt fogod üzenni a világnak. Nem tudom, hogy szerettek-e a természetbe járni, én mindig lenyűgöz a természetnek a szépsége, amikor leülsz egy folyópartra, vagy csak nézed a naplementét. Ugye a szépség megpihentet, feltölt energiával. Ugyanígy van a nővel is. A nőnek a szépsége is ugyanezt az üzenetet hordozza magában. Ugye az ember nem ül le, hogy egy forgalmi dugót nézzen, vagy hogy nézze, hogy hogy viszik el a kukákat a háztön belől. Az ember azért ül le, hogy a szépséget csodálja. És azért vagy szép, és azért vagy gyönyörű, mert Isten is az. És nem olyan régen pont Mózesről olvastam, és azt írja a Biblia, hogy Mózes kérte Istent, hogy mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És azt mondja Isten, hogy nem láthatja emberi szem. És szerintem azért, mert Isten annyira gyönyörű. Nem bírnánk elviselni azt a szentséget, azt a szépséget, amilyen Isten. És azt mondja Mózesnek, hogy elemelem a kezem, és megnézhetsz hátulról, hogy távolodom, mert különben meghalnál annyira. Annyira csodálatos Isten, és szerintem annyira szép, hogy nem bírnánk emberként, el se tudnánk ezt viselni. És nekem is fontos volt, hogy megértsem, hogy az, amilyen vagyok, aki vagyok, hogy nő vagyok, hogy ilyen vagyok, hogy szőke a hajam, de nem göndör, csak ha begöndörítem, hogy nem vagyok kékszemű, hogy nem voltam soha egy ilyen nátszál lány. Ezek nem számítanak, hogyha megérted azt, hogy Isten szépnek lát, és szépnek teremtett, és ő az, aki erre elhívott téged. Én azt gondolom, hogy a nő Isten végső és megdöbbentő műve a teremtésnek az utolsó pillanatában, mint egy tetőpont, mint egy csúcspont úgy jelenik meg. Egy utolsó akkord, és azt írja az 1 Korintus 11.7, hogy a férfi dicsősége, és azt gondolom, hogy Istennek a dicsősége is mi vagyunk, hogyha ezt vállaljuk, hogy visszatükrözzük. Hogy miért vagyunk különlegesek, mi nők? Azért, mert ezt a dicsőséget és szépséget hordozzuk magunkban. Isten dicsőségét. De ennek megvan az ára. És azt hiszem, ez a legfontosabb kérdés, hogy vajon miért van az, hogy olyan kevés nőnek jut, vagy kevés lánynak jut romantika, hogy sok lány vagy nő fáradt, elkeseredett, szomorú, amikor nem látja senki, akkor sír. Miért van az, hogy fásultak vagyunk, vagy sokszor úgy érezzük, hogy senki sem figyel ránk, vagy senki sem érti meg igazán, hogy mi van a szívünk mélyén. Mi ez a mélységes hiányérzet vajon a szívünkben? Nem tudom, érezted-e ezt, hogy amikor már minden jól megy, még akkor is szerintem a szívünk mélyén van egy hiányérzet, és ez nem arról szól, hogy na hát a nőknek semmi nem elég jó, hanem arról van szó, hogy mi az a kérdés, amire muszáj, hogy valamilyen választ keressünk. És nekem ez a sürgető érzés az, ami segített abban, hogy elinduljak ennek a gyógyulásnak, vagy ennek a felszabadító útnak a kezdetén. Ez a sürgető érzés, hogy meg kell tudnom, hogy mi az, ami hiányzik. Azt gondolom, hogy a mi életünket, vagy a nők életét nem feltétlenül a nagy tragédiák, vagy traumák, hanem a mindennapi élet és az állandó hatékonyság az, ami lemeríti. És az, hogy mindig van valami, amit még meg kell, úgy érezzük, hogy meg kell tennünk. És
egyfajta félelem költözik a szívünkbe, és hadd kérdezzem meg tőled személyesen, hogy érzel-e ilyen félelmeket a szívedben, hogy elég szép vagy-e, hogy észrevesz-e valaki téged, hogy valaki küzdeni fog-e értem, vagy veszi-e a fáradtságot, hogy a páncélom mögé nézzen. És azt gondolom, hogy ennek egy nagyon fontos háttér tényezője, amit meg kell látnunk és meg kell értenünk, hogy milyen hazugságok azok, amiket elhittünk. És honnan fúj ez az ellenszél a nőkkel szemben. Hadd mondjam el nektek, hogy nagyon sok nőt lelki gondozok, és szinte minden családban, ahol egy nő lelkileg, most pszichés oldalról beszélünk, lelkileg helyreáll, mindig az egész családra hatással van. Engem megdöbbent. A férre, a házastársi kapcsolatokra, a szüleivel való kapcsolatra, a gyerekeivel. És engem is foglalkoztatott ez a kérdés, hogy honnan fúj ilyen nagy ellenszél a nők felé. És természetesen az ellenszél mindig az ellenségtől jön. De azt is látnunk kell, hogy miért a nőket támadja alattomos módon, az érzelmeikkel, szorongásokkal, félelmekkel, szomorúsággal, depresszióval, pánikrohamokkal, sorolhatnám. Vagy csak egyszerűen önbizalom hiányjal. Nem tudom, ha megkérdezném itt, hogy ki az, aki úgy érzi, hogy egészséges az önbizalma, egyáltalán felállna-e valaki. Mert azt gondolom, hogy ezekkel a kérdésekkel az ellenség, a sátán nagyon keményen támadja a nőket. De miért? Azért támad bennünket, mert ő is szép volt. Azt írja az ige, hogy szépnek teremtetett, és azért teremtetett, hogy az Isten dicsőségét visszatükrözze. Egy dicsőítés vezető volt. És elveszítette ezt a pozícióját. És amikor látja, hogy Isten megalkotja a nőt, és megteremti a nőt, akkor látja, hogy valaki más megkapta ezt a pozíciót, vagy valaki másnak jutott ez a szerep. Ami fantasztikus szerintem, hogy csodálatos, amit kaptunk Istentől. És akkor mit gondol magában az ellenség? Nem baj, majd én szépen tönkreteszem. És ki az, aki bűnbe esik az édenkertben? Ki az, akinél célt ér a sátán? A nő volt az. Olyan könnyen, ha elolvassuk azt a történetet, olyan megdöbbentő számomra, hogy egy furfangos kérdés, és a nő bedől neki. És hányszor vagy te is úgy, vagy hányszor vagyok én is úgy, hogy az örök csak egy-egy ilyen kérdést feltesz, hogy valóban úgy van? És a legnagyobb dologtól rabolta meg a nőt, hogy bízzon Istenben. Valóban Isten azt mondta? Valóban van hited arra, hogy lesz társad, hogy megtudod, hogy ki vagy te igazán? Valóban azt gondolod, hogy te szép vagy, vagy hogy számítasz a barátaidnak? Felteszed neked az ellenség ilyen kérdéseket, mert nagyon gonosz módon tudja megrabolni. És ami számomra megdöbbentő, hogy a férfi ott van mellette, és nem tesz semmit. És szomorúan látom nagyon sok helyzetben is, még egyszer mondom, nem beszélek férfiak ellen, de sok nő életében látom ezt, hogy a legkritikusabb pillanatban a férfi hallgat, elmegy, feladja, kilép, elválik, elköltözik. És mi az az üzenet, amit hordoz ez a nőknek, vagy akár lányoknak a szívében? Hogy nem bízhatsz a fiúkban, nem bízhatsz a férfiakban, jobb lesz, hogyha a saját lábadon állsz, és te magadnak mindent elő tudsz állítani, és ne legyél gyenge, mert nem ebben a szövetségben te nem tudsz egy olyan helyzetet elérni, ahol biztonságban érezheted magad. A sátánnak a csapdája egy átkot vont maga után, és ez az átok a magányosság. És azt gondolom, hogy a legtöbben, akik itt vagytok, átéltétek már valamilyen formáját a magánynak, kisebb vagy nagyobb mértékben. Hogy egyedül vagy, vagy a barátaid elköltöztek, vagy férhez mentek, vagy egyszerűen csak már nem hívnak téged többet, hogy csalódtál a barátnődben, vagy a barátodban. És egyedül van a nő. És ráadásul az az eredeti terv, amit Isten elképzelt, hogy uralkodjatok közösen, ez az átok azt mondja maga után, hogy a férfi uralkodni fog rajtad. Te vágyódsz rá, de a férfi mégis uralkodni fog rajtad. Három utad van, hogy mit kezdesz ezzel.
vagy uralkodó nővé válsz, és biztos láttatok ti is ilyen nőket, akik azt mondják, hogy na, én nem hagyom. És én erősebb leszek mindenkinél, és rajtam bizony nem fog uralkodni senki. De senki nem szeret egy ilyen embernek a közelében lenni, mert túl kemény, túl határozott, az ember nem kap levegőt. Vagy választatod, hogy magányos nővé válsz, és azt mondod, oké, ez nem működik, akkor inkább maradok egyedül, és jó lesz nekem így. De természetes, hogy nem jó nekünk egyedül. Nem bújhatunk el. Előfordulhat, hogy tele vagy sebekkel, és a szíved nem véletlenül rejted el. Lehet, hogy a szüleid részéről kaptál sebeket. Anyák és apák, akik elvileg azért hivatottak, hogy minket egészségben, örömben neveljenek fel. Nagyon sok fájdalmat tudnak okozni. Lehet, hogy agresszív volt, vagy az anyukád, vagy az apukád. Bántott téged. És a bántás nagyon sokféle lehet. Lehet fizikai. Talán ez az, amit legkönnyebben észrevesznek. De lehet, hogy nem vették észre. Senki nem vette észre körülötted, hogy otthon mi zajlik. De lehet ugyanígy érzelmi, vagy verbális. Lehet, hogy csak csúnyán beszéltek veled. Lehet, hogy nem is emelte fel senki a hangját otthon, de mégis érezted, hogy nem tudsz megfelelni az elvárásaiknak. Ezek ugyanolyan fájdalmas sebeket, és ugyanolyan égető kérdéseket fognak hordozni, vagy kialakítani a szívedben. Lehet, hogy csak hallgat a szülő, és nem mond semmit. És azt gondolom, hogy egy kislánynak nagyon fontos kérdés az, hogy vajon szép vagyok? És akik voltak olyan bátrak fiúk vagy férfiak, akik eljöttek, azokat szeretném bátorítani, hogy amikor lesz lányatok, akkor ezt a kérdést mindenképpen válaszoljátok meg, és mondjátok meg neki, hogy szép és csodálatos. De ha nem volt egy ilyen apukád, nekem nem volt, nem volt rossz ember, de amikor hazajött, általában a tévé előtt ült, és aztán elment aludni. És arra a kérdésemre, hogy vajon szép vagyok-e, soha nem kaptam tőle választ. Soha nem mondta azt nekem, hogy szeret. Ha én mondtam neki, hogy én szeretlek, akkor csak annyit mondott, én is. Nem gondolom, hogy rosszat akart volna nekem, de mégis egy olyan égető kérdés nem válaszolt meg nekem, ami miatt később nagyon sok kérdéssel kellett Istennek foglalkoznia. Neked mi az a hazugság a szívedben, amit elhittél az ördögnek? Felismered-e azt? Felismered-e a következő közül bármelyiket, hogy aki nőies, az tökéletesen néz ki, az sovány. Aki nőies, az fegyelmezett, mindig tisztaság van nála. Aki nőies, az népszerű, és az emberek szeretik és elfogadják. Ezek hazugságok. És az első legfontosabb lépés, hogy nőiessé válj, hogy felismerd, hogy az ördög milyen hazugságokat hitetett el veled. És felismerd, hogy mi az, honnan fúj a szél? Vajon honnan fúj a szél? Ahogy Ádám is mondta, meg kell újítanunk a gondolkodásunkat. És ennek egy első lépés, hogy észrevesszük, hogy a madarak a fejünkre akarnak fészkelni. Hogy észrevesszük, hogy milyen hazugságok az, amikkel támad bennünket az ellenség. És fogunk beszélni arról, hogy mi az igazság, de előtte szeretnénk egy kicsit arról beszélgetnénk, hogy mi a valóság. Mert mint lányok vagy nők sokszor gondoljuk, hogy hát a fiúk vagy a férfiak ezt tartják nőiesnek. És sokszor ez nem így van. És sokszor mi egymásnak öltözünk ki, meg egymásnak csináljuk meg a frizuránkat. Nem tudom, hogy ez így van-e, valaki bólogasson. Szerintem a lányok hamarabb észreveszik, hogy jé, új rúzs, nagyon jó. Róz, valami nem tudom, ilyen blush. A fiúk meg azt mondják rózsaszín. És szeretném, hogyha Péter egy kicsit beszélne arról, hogy mit tartanak a fiúk vagy a férfiak nőiesnek, és aztán szeretném nagyon röviden lezárni azzal, hogy mi az igazság, és hogyan lehet gyógyulni sebekből, és hogyan lehet akár gyakorlati módon is nőiesebbé válni. Kulcsfontosságú kérdés szerintem, hogy miért van az, hogy nagyon sok nő önbizalom hiányos. Miért van az, hogy nagyon sokan küszködnek
önbizalom hiányjal, illetve negatív érzésekkel önmagukkal szembe, és úgy lehetne a választ röviden összefoglalni erre, hogy azért, mert rossz tükörbe néznek, rossz tükröt használnak, és az a tükör, amiben nagyon gyakran beletekintünk, az a médiának a tükre. Itt értek ez alatt televíziót, internetet, újságokat, különböző lapokat, világi lapokat, és azokba az ideálokba tekintünk bele, és azokhoz hasonlítjuk önmagunkat, amiket a világ állít elénk. És ezek az ideálok igazából nem valósak, nem igaziak, hanem ki vannak szépítve, ki vannak tökéletesítve, és ezért soha nem lehetsz annyira jó, mint azok, akiket ott látsz azokon a képeken, vagy különböző oldalakon. És ez az ördögnek egy hazugsága, amit megpróbál elhitetni velünk, hogy sosem leszel annyira jó. És mi erre a megoldás? A megoldás az, hogy válts tükröt, és ne azokhoz hasonlítsd magad, akiket a tévé, az internet, a multimédia állít eléd, hanem nézz az igazi tükörbe, Isten igényének a tükrébe. És ott keresd az identitásodat és az igazi énképedet. És úgy éreztem, hogy vannak itt olyanok, akiknek szüksége van arra, hogy hallják ismét, vagy lehet, hogy először azt, hogy értékes vagy, és hogy egyedi vagy, Isten alkotása vagy, és szeretett gyermeke vagy Istennek. És a Biblia tükréből mondom nektek ezt, nem önmagamtól. Az Ézsaiás 43-ban Isten azt mondja, hogy de most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És aztán a 4-es versben, mivel drágának tartalak és becsesnek, és mivel szeretlek. Tehát Isten azt mondja, hogy drágának tart téged, és becsesnek, értékes vagy az ő szemében, annyira, hogy megváltott téged, mindent odaadott, odaadta az ő fiának az életét, azért, hogy te élhess. És hogyha ezt felismerjük és elhisszük, elhiszitek, akkor ez helyre teszi az identitástudatot, helyre teszi az önbecsülésedet, és akkor tudsz egy helyes alapra építkezni a továbbiakban, ami a nőiességedet illeti. És ezt azért tartottam fontosnak elmondani, hogy ez legyen az alap, és innen indulunk ki, ez a kiinduló pont, hogy értékes vagy, becses vagy, Isten szeret, és szépnek lát, és egyedinek, különlegesnek. És hogyha ezt elhiszed, akkor nem fog teherként rád nehezedni másoknak az elvárása, másoknak a véleménye. Úgyhogy ezt akartam elmondani bevezetőként, mielőtt kitérnék arra, hogy mit tartanak a fiúk nőiesnek. És készítettem egy kis közvéleménykutatást, megkérdeztem körülbelül 20 fiút, férfit az elmúlt napokban, 18-40 év közöttieket, többnyire hívő fiúkat, hogy mondjanak 3 jellemzőt, ami szerintük nőies, vagy mitől nőies egy nő. És az azért is fontos volt, hogy csak 3 szót kértem tőlük, hogy azért mégis gondolják át alaposan, hogy mi a 3 legfontosabb dolog számukra. És akkor így érkeztek szép sorban a válaszok, és ezeket összegeztem, és a leggyakrabban előforduló válaszokat összeírtam, és ezeket szeretném veletek is megosztani, hogy van egy elképzelésük a lányoknak, hogy mi az, ami nőies, és vajon mi a fiúknak a szemszöge, mitől látnak nőiesnek egy lányt vagy egy nőt. Én elmondhatom a saját szemszögemet, és lehet ez is érdekes. Amikor én megismerkedtem Vikivel, akkor számomra az volt benne vonzó és nőies, hogy egyrészt láttam az érettségét, azt, hogy egy érett nőt láttam benne, kiegyensúlyozottságot, és ugyanakkor nagyon tetszett a kisugárzása,
a mosolya, a vidám természete, amivel úgymond hatással volt a környezetére, és az is nagyon tetszett, hogy ad magára, és szépen öltözködik, és szép az ő külseje és belseje egyaránt, és ez nagyon sokat jelentett nekem. És aztán, ahogy ismerkedtünk, egyre több értéket és szépséget fedeztem fel benne. És most jön az a rész, amit érdemes jegyzetelni, hogy mi az a leggyakrabban említett nőies jellemző, amit a fiúk mondtak az elmúlt napokban. És többféle szó elhangzott, de úgy lehetne összegezni, amit a legtöbben említettek, az a szó, hogy ápoltság. És ezt kifejteném, hogy ad magára, rendezett, és itt odaírták még egyesek, hogy tiszta az arca, rendezett a haja, és tehát egy ápolt külső az, amit a legtöbben 13-an is említettek. Úgyhogy ez egy fontos szempont a fiúk számára. Aztán a második leggyakrabban ismételt tulajdonság az, hogy kifinomult. Kifinomult, finom, és ez leginkább a gesztusokra, a megnyilvánulásokra, viselkedésre jellemző. Az, ahogyan jár, ahogyan ül, az kifinomult. A harmadik legfontosabb, leggyakrabban ismételt jelző az, hogy szép, csinos külső, fitség. Ezt is sokan említették, és ezt én is aláírhatom, hogy ez fontos a fiúknak. Tehát szép, csinos, külső és fitség. A negyedik jellemző a kedvesség. Tehát ez nagyon fontos a fiúknak, hogy a lányban érezzék a kedvességet. Ehhez kapcsolódik szerintem a következő, az, hogy bájos és elbűvölő. Ezt is sokan említették. A következő az, hogy gyengéd, törékeny. Ez is érdekes, hogy nem feltétlenül várják a fiúk a lányoktól azt, hogy erősek legyenek, hanem hogy tudják kimutatni a gyengédségüket is. Törődést, védelmet igénylő, így is magyarázták. Többen említették az öltözködést. Egyrészt, hogy ne legyen fiús, másrészt legyen tisztességes az öltözködés, ne legyen túl kihívó, és az alkalomhoz illő, illetve az egyéniségéhez illő öltözködése legyen. És a következő, ami még gyakran előfordult, az, hogy legyen gondoskodó, törődő, odaadó, segítő, szolgálatkész. Ezt így egy kategóriába vontam. Tehát gondoskodó, segítőkész, ezt is fontosnak tartották. És még egyet említenék. A lista még elég hosszú, de most ezzel befejezem. Amit még hárman említettek, hogy legyen mosolygós, jókedvű, legyen elbűvölő mosolya. Úgyhogy mosolyogjatok bátran, és ilyen módon is fejezzétek ki a szépségeteket, a belső kisugárzást, a nőiességet. Röviden ennyi. Köszönöm a figyelmeteket, és ne feledjétek, Isten nagyon szépnek és értékesnek lát titeket. Köszönjük szépen. És el is érkeztünk a végéhez, és három területet szeretnék nektek kiemelni, hogy hogyan válhattok nőiesebbé. Ezt nem tudom, hogy nem megy tovább. Az első dolog, ha már így Péternek most volt itt a része erről, hogy amit így a fiúk említettek, nagyon sok minden ilyen fizikai dologra vonatkozik, vagy inkább az ilyen külső dolgokra. Egy nagyon hasznos tanács, amit a bátyámtól kaptam, még amikor egyedülálló voltam, hogy teremts otthont magad körül. És én akkor egy albérletben laktam, egy szobám volt egy albérletben, és mondtam, hogy hát figyelj, ez nem az én lakásom, meg én itt albérletben lakom. És mondta, hogy nem baj, most egyelőre tartsál ott rendet, legyen, tedd azt otthonossá, süssél, főzzél, takarítsál, mossál, hogy érezd, hogy az a te otthonod. És aztán amikor majd férjhez mész, és lesz egy otthonod, ami közös lesz ugye nektek, akkor már nem lesz olyan nagy kihívás. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok ezért, mert
Aztán amikor a Péter összeházasodtunk, és egy egész lakásért kellett felelni, akkor már nem volt olyan egy kihívás, mert megtanultam, úgyhogy én javaslom nektek, hogy ágyazzatok be reggelente, és néha napján, de legalább egy héten egyszer takarítsatok ki, és mindezt hálás módon tegyétek. Használd ki az idődet. Azt is szeretném mondani nektek, hogy mivel egy olyan világban élünk, ahol a továbbtanulás már nem egy luxus, a nőknek sem. Én javaslom mindenkinek, aki még mondjuk nem ment férhez, vagy még ezelőtt áll, hogy tanuljatok, csináljatok meg a jogsit, menjetek el egy külföldi ösztöndíjra, és használjátok ki azt az időt, és éljétek meg mindezt nőként, ugyanúgy még a férhez menetel előtt. A következő, amit felírtam, az, hogy sportolj, és a fitséghez szerintem nem a kilók száma az, ami hozzá kapcsolódik, mert ez bizonyított, hogy a férfi magazinokban sokkal teltebb nők vannak, mint a női magazinokban, úgyhogy nem feltétlenül arról van szó, hogy legyél sovány. De azt gondolom, hogy a sportolással az önbizalmad is növekszik automatikusan, már csak azért, hogy az ember tesz magáért, vagy tesz valamit, megismered a határaidat, és tesztelni tudod, hogy még egy kicsit messzebb mész benne, illetve az akaraterőd is sokkal jobban fog fejlődni ezáltal, és egy plusz bónusz, hogy jobban fognak állni rajtad a ruhák. Úgyhogy én mindenkinek javaslom, akik nekem, klienseim egyébként pszichológiai tanácsadásban mindig ez az első, amivel kezdem, mert az ember jobban érzi magát, kevésbé stresszes, az önbizalma nő, és sokkal könnyebben veszi az életnek az akadályait, ugye a sportnak nagyon sok jó oldala van, és ezt olyas valaki mondja, aki mindig azt gondolta, hogy nem sportos egyéniség, de úgy 23 éves koromra találtam egy olyan sportot, amit szeretek csinálni, és azóta is csinálom rendszeresen, sikerült plusz 8 kilótól megszabadulnom, és most nem is az a lényeg, hogy hány kiló vagyok, de sokkal jobban érzem magam, és sokkal jobban veszem a stresszt az életben, azért, mert sportolok, úgyhogy minden lánynak javaslom, hogy sportoljon valamit. Amit neked bejön, én utálok futni, úgyhogy én nem futok, hanem egyfajta aerobik edzést végzek, amit szeretek. A következő, legyél ápolt, ezt én is felírtam, mert azt gondolom, hogy azért a nőiességhez, a szépséghez hozzájárul, hogy legyél szép. És nem arról van szó, hogy most az embernek egyformának kell lennie, de azért adjál higiéniára, hogy legyen tiszta, legyen jó illatod. Egyébként a fiúk egy része ezt emlegette, hogy a jó illat, a parfüm, meg minden. Na, az hozzájárul az is, hogy az ember tisztálkodjon, és legyen jó illatú. Illetve legyen ápolt az arcod, a körmöd, a hajad, ezek a dolgok. Szerintem a lányoknak nem feltétlenül kell ezt mondani, de azért néha jó figyelmeztetni magunkat rá. Tanulj meg szépítkezni, ezt írtam fel következőnek. Nézzél YouTube videókat, hogy hogyan lehet bizonyos frizurákat megcsinálni. Most nem feltétlenül ajánlom, hogy mindenki egyformán csinálja a dolgokat, de ha szeretnél egy kicsit expertebb lenni, akkor ne hajtogasd magadnak azt, hogy neked ez nem megy, hanem gyakorold, vagy tanulj másoktól. Én például nagyon szeretek sminkelni, nem mindenki szeret, én szeretek, és emlékszem rá, hogy a szempilla spirálon túl nem sokára jutottam, amíg meg nem ismerkedtem Kovács Daninak a feleségével, Gabival, aki ismeri, és ő nagyon-nagyon jól tud sminkelni, és én tőle tanultam például egy csomó mindent, úgyhogy egymástól is tanulhattok ilyesmit. És az öltözködésre pedig hadd mondjak annyit, hogy szerintem fontos, hogy egyedi legyél tényleg, és ne ugyanúgy nézzél ki, mint a barátnőd. Van, aki ezt szereti, én mondjuk nem bírom, ha egyforma cuccba vagyok valakivel, de lehet, hogy valaki itt közületek szereti ezt. De azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egyediek legyetek, szóval ne azt a hajszínt válaszd, amikor fodrászhoz mész, mint a barátnőt, hanem te találd meg a saját stílusod, azt, amilyen vagy. És azt is tanácsolom, lányok, hogy kérjetek tanácsot másoktól, hogy mik azok a ruhák, amik jól állnak neked. Lehet, hogy ami most divat, az a te alkatodnak nem áll olyan jól, ami nem rossz, csak kérdezd meg valakit, aki objektíven tud neked mondani valamit, hogy jól áll-e vagy sem. És én is javaslom, hogy ne öltözzetek túl kihívóan, hanem ebben is legyetek ízlésesek. A viselkedésre vonatkozóan csak egy néhány dolgot. Szerintem fontos, ha egy lány szépen beszél, és nem káromkodik. Most ezt tudom, hogy ez egy keresztény konferencia, de gondolom ti is olyan környezetben vagytok, ahol sok világi van. Úgyhogy kérlek titeket, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.
és ne beszéljetek, tényleg szépen beszéljetek. Legyen egy ilyen finomság, ami jellemez benneteket. Nem mindenki olyan, én is egyébként egy elég harsány személyiség vagyok, ahol megjelenek, meg nem feltétlen vagyok ez a mimóza a lélek, de azért szerintem fontos, hogy egy nő ne legyen se durva, se ilyen parasztos, vagy nem tudom, ilyen a stílusa. Úgyhogy lehet, hogy ami mondjuk így elmegy a gimibe, vagy nem tudom, így a barátokkal, lehet, hogy a fiúknak az nem annyira jön be, hogy na. Szóval legyetek egy kicsit finomabbak. Szerintem nagyon fontos a mosoly, mert azt üzeni, hogy kedves vagy és nyitott, és az emberek szívesen töltenek majd veled időt. És az utolsó, amit felírtam, ez a magabiztosság, de azt hiszem, hogy ehhez egy fontos dolog hozzájárul, és ezzel rátérek az utolsó pontra, a lelki vagy a szellemi részére. És folytatva egy kicsit azt, hogy hogyan lehet a sebekből gyógyulni. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb hazugsága az ördögnek az, hogy a nők köré börtöncellákat fest, és elhiteti veled, hogy nem vagy szabad. És fontos, hogy megértsd, hogy Jézus Krisztus, amiről Ádám is beszélt, szabadságra hívott el bennünket, és megvásárolt téged, és megváltott, és szabad vagy. És mégis mi sokszor azt választjuk lelkileg, hogy ülünk a kis börtöncellánkban, és nem vagyunk hajlandóak kimenni, mert az ördög elhiteti velünk, hogy hát ez kis szerencsétlen vagy. Te nem vagy képes erre. Jobb, ha ott elücsöröksz. Észre se veszik az emberek, szépen csendben majd eléldegélsz. Nem. Ez egy hazugság. És azt látom a lányoknak, meg a nőknek az életében is, hogy ezzel igazán be tud bennünket csapni az ördög. Hogy én kis, nem baj, hogy ilyen kis szürke kisegér vagy, hát már maradjál ott, és akkor jó. Nem, nem jó az egérjukban, és nem kell ott élni, és nem kell a háttérben maradni, és nem kell elfelejtve lenni, és nem kell a sebeinket cipelni, és meg lehet belőlük gyógyulni. És lehet, hogy olyan szüleid voltak, és szerintem főleg az apukáknak itt nagy szerepe van, hogy Istent is, mint atyát úgy látod, hogy hát biztos mindenkivel van egy terve, vagy van egy elhívása, de velem nem. Biztos mindenkit szeret, de én nem látom az életemben, vagy nem érzem. És én sokszor zaklatom ezzel Istent, mert mondtam neki, te ilyen érzelmi lénynek alkottál meg, nekem érezni kell a dolgokat, nem elég, hogy tudom. Éreznem is kell, hogy szeretsz, és meg kell tapasztalnom. És sokszor imádkozom azt a Zsoltár részt, hogy érezzétek, ízlejétek, és lássátok, hogy jó az Úr. És én így akarom megtapasztalni Istent. És hálás vagyok azért, hogy én Istent, mint atyát mindig úgy láttam, aki szeret, aki törődik veled, aki elintéz neked olyan dolgokat, amiket te nem is tudsz. És én így kaptam meg 2 ösztöndíjat az életemben, Amerikában és Izraelben, hogy egy földi szülő nem tudta volna azt elintézni. És ebben mind érzem Istennek, mint apának a szeretetét. És hadd mondjam el neked, hogy a nagy kaland, amire vágysz, az a nagy sztori a herceggel, a fehér lovon, ez már megvan. És a tied. És egy férfi biztosan mindent letett, érted, és ez Jézus Krisztus volt. És úgy jelenek, mint vőlegény. És elfelejtjük úgy nézni Jézust a Bibliában, mint vőlegény, aki szeret, aki vágyik utánad, aki féltékenyen szeret. És hadd mondjam el neked, hogy a gyógyulásodnak a kulcsa az, hogy megérted, hogy Isten, mint apa, és Jézus, mint vőlegény, és a Szent Szellem szeret téged. Eloldhatatlan, kiolthatatlan, lángoló szeretettel szeret téged. És azt mondja még Jézus is, hogy Jeruzsálemre is, hogy hányszor akartam szárnyam alá összegyűjteni, mint kis csibéket a gyermekeidet. Hányszor mondja azt a Ézsaiás könyvében, hogy drágának tartalak és becsesnek, mert szeretlek. Amikor azt mondja, hogy ékes korona vagy az Úr kezében. A koronát azt nem a zsebre vágják, nem egy zsebóra. A koronát a fejre teszik, hogy mindenki lássa, hogy ki vagy. És te ilyen dicsőséget kaptál nőként. És ez az igazi nőiesség. Ez az igazi nőiesség. Amikor megérted a helyzetedet, a pozíciódat, amit Ádám is mondott, megérted, hogy mi az Krisztusban. És hadd hirdessem most itt ki Jézus Krisztus által való szabadságot, hogy szabad vagy. És az, amit az apukád, az anyukád, a testvéreid, a férjed, a barátod, vagy bárki más ejtett sebet a szíveden, arra van gyógyír, és van gyógyulás belőle. De egyedül Isten az, aki végső gyógyulást tud neked adni.
és ezzel kell foglalkoznod. És hadd helyezzem ezt most a szívedre így a végén, hogy foglalkozzál a szíved vágyaival és kérdéseivel. És hozd Isten elé, és kérdezd meg, hogy te mit gondolsz rólam? Én így látom magam. És lehet, hogy te is úgy vagy itt, hogy fáj, és sír a szíved belül, hogy nekem ezt mondták. Nekem, engem kicsúfoltak az osztálytársaim. Engem lebecsülnek. Még én sem merek a tükörbe nézni. Lehet, hogy így vagy itt. De hadd mondjam, hogy Isten látja a szívedet. És még ha én nem is látok bele, Isten belelát. És akar hozzád szólni személyesen, és akar téged meggyógyítani. És olyan jó lenne, ha nem úgy mennél haza erről a konfiról, ahogy ide jöttél. Hogyha itt lenne hely, ahova leted a láncokat, azokat a cellarácsokat, amik már nincsenek is. És lesz most lehetőség arra, fogok imádkozni. És arra kérlek, hogyha szeretnél valakivel imádkozni, itt lesz, ide lehet jönni, akár tőlünk is imád kérni. De lehet, hogy itt megkérek egy pár lányt, akikkel együtt jöttünk, hogy jöjjenek ide előre. Mondd el! Az egyik barátnőm egy nagyon radikális változáson ment át, az öngyilkosság szélén állt, amikor engem megkeresett, és mondta, hogy kétségbe vagyok esve. És azt mondtam Istennek, hogy most tegyél valamit, mert nem tudok így tovább élni. És eltelt egy év, és megszabadult azoktól a fájdalmaktól és sebektől, amiket 25 évig cipelt. És olyan jó lenne, ha te nem cipelnéd. És azt mondta, hogy 17 évesen kaptam ezeket a sebeket. 17. És 25 évig senkinek nem beszéltem róla. És hadd mondjam el, hogy itt beszélhetsz. Mondd el. És ő neki a gyógyulást ezt hozta. Hogy 25 év után azt mondta, hogy nekem elmondja ezt a dolgot. És ezáltal elmondta Istennek is. És így bátorítalak, gyere, itt elmondhatod, bármi van. Vagy mondd azt, hogy most nem tudok még erről beszélni, de kérlek, imádkozz értem. Legyen ez egy hely a gyógyulásnak, hogy igazán meg tudjuk élni azt az elhívást, amire Isten hívott el bennünket. Szeretnék imádkozni, ezzel lezárni, és utána, hogyha szeretne valaki beszélgetni, akkor itt megtalál bennünket elől, jó? Drága mennyi Atyám, nagyon hálás vagyok azért, hogy te a te mérhetetlen szeretetedből mindig utánunk nyúlsz, az utolsó utáni pillanatban is utánunk jössz. Köszönöm, hogy nem hagysz bennünket a káoszban ülni, hanem belenyúlsz, és imádkozom azért, hogy most is nyúljál bele azoknak az életébe, akik most itt jelen vannak, és akik szeretnék, hogy jöjjön változás Jézus Krisztus által. És imádkozom a Jézus nevében, hogy minden értéktelenségérzet és önbizalomhiány szűnjön meg a Jézus nevében, és törjön meg itt a Jézus nevében, és minden szomorúság és szégyenérzet és bizalmatlanság törjön meg a Jézus nevében, és jöjjön a szabadság Jézus Krisztus által, aki uralkodik, és akinek adatot minden hatalom menjen és földön és föld alatt is. Hiszem, hogy arra hívott el bennünket, hogy szabadságban és igazságban járjunk, és hiszem, hogy Uram, most itt vagy, és kérlek, Uram, hogy személyesen szólj mindenkinek a szívéhez, hogy legyen ez az alkalom szabadulásnak, szabadságnak a helye. Téged dicsőítünk. Te vagy az a vőlegény, akire mindig is vártunk. Te vagy egyedül, aki be tudod gyógyítani a sebeket. Hiszem, Uram, hogy te szépnek tartasz, hogy mindig látsz bennünket, és észreveszel, és nem mész el mellettünk észrevétlenül. Hiszem, Uram, hogy nagy dolgokat tervezel mindenkinek az életével, és ezt te felfeded, hogyha van bátorságunk elkérni tőled. Jézus, imádkozom, hogy jelenj meg, mint szerelmes vőlegény a mennyasszonyának, aki szeretetével elsöpri a hazugságokat, elsöpri a félelmeket, a szomorúságot, a szégyenérzetet. Hiszem, Uram, hogy egyedül te képes vagy erre, Jézus Krisztus, a halálod által és feltámadásod által. Legyen tiéd a dicsőség mindenért. Amen. Amen. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Aki szeretne még beszélgetni, vagy imádkozni, itt megtalál bennünket, és azt hiszem, hogy egy 25 perc múlva fog kezdődni a következő szeminárium. Még egy dolgot rám bíztak, hogy reklámozzak. Lesz egy tini lány nap itt Debrecenben. Ez a plakátja, most így megmutatom, és aztán elmondom, mi van rajta.
Az a cím, hogy Nőiesség, önbecsülés, Tini Lánynap, március 30-án itt lesz Debrecenben a Trinity gyülekezetben, és együtt szervezi a Baptista Női Misszió, a Youth for Christ, a Mabim és a Pure mozgalom, hogyha arról tudtok róla. Vannak plakátok a regisztrációnál, aki vinne haza az ifjébe, azokat bátorítom, hogy vigyék el. A részvételi díj 1000 forint, ami szerintem elég csekély összeg, és a 13 és 19 év közötti lányokat várják erre a napra, úgyhogy bátorítalak titeket, hogy gyertek el, én is itt leszek. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Ha érdekel benneteket olvasmány, ezt tényleg nagyon szeretettel és nyugodt szívvel ajánlom. És aki szeretne, azzal szívesen beszélgetünk. Köszönöm, hogy meghallgattatok.